elismerésben részesült Gulyás Zsolt, könyvbemutató a Városházán, Eboltás Karcagon. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. szeptember 14-én 18 óra 5 perckor. A Karcagvárosi Önkormányzat képviselőtestülete Karcagváros kultúrájáért díjat Gulyás Zsolt plébánosnak, érseki tanácsosnak adományozott. A Karcagvárosi Önkormányzat képviselőtestülete Karcagváros kultúrájáért díjat a város érdekében végzett kiemelkedő nevelőoktató munka, valamint a város működése, művészeti élete érdekében végzett kimagasló munka elismeréseként Gulyás Zsolt plébánosnak, érseki tanácsosnak adományozta. Nagyon szépen szeretném megköszönni Karcagváros vezetésének, a itteni híveknek, akik ezt kezdeményezték, hogy ezt a díjat megkapjam, a közösségnek a tiszteletét és a megbecsülését érzem ebbe a díjban, úgyhogy köszönöm szépen. Persze nyilván nem ezért dolgozik az ember, de nyilván minden emberi elismerés, mivel én is ember vagyok, nekem is jól esik, de persze azért nagyobb indítékok vannak amögött, amikor az ember teszi a dolgát. Kultúráért díjat kapott, azt gondolom, hogy plébánosként a kultúrának egy bizonyos szegletét tudja befolyásolni, alakítani Karcagvárosában, immár sokadik éve. Igen, hát itt is azt gondolom, ahogyan a laudációban, mármint amikor volt a templom búcsunk, amikor a 250 éves letelepítésre emlékeztünk meg, illetve a 120 éves templomunkról, és ott a vacsorán a laudáció elhangzott, elsődlegesen a katolikus nevelésért tett erőfeszítések, ami azt gondolom, hogy azért jelentős, meg fontos, mert hogy amit 2010-ben kitűzött Orbán Viktor kormánya, hogy keresztény Magyarországot építünk. Azt gondolom, hogy ennek egy kulcseleme annak, hogy itt Karcagon is a katolikus oktatás jelen van. Miközben tudjuk, hogy mire ezek az iskolák igazán katolikusok lesznek, az hosszú évekbe telik. Úgy fogalmaznánk az egyik lelki gyakorlaton a év elején a Györf István Katolikus Általános Iskola tanáraival voltunk lelki gyakorlaton, és ott a lelki gyakorlat vezető atya mondta, hogy valójában missziós iskolákat vezetünk, missziós iskolákban vagyunk jelen. Tehát nyilván az a küldetésünk, hogy a Jézus Krisztusnak az örömhírét továbbadjuk. És ebben nagyon nagy feladatunk van, szerepünk van, nagyon sok munka áll előttünk. És nyilván itt az első és legfontosabb dolognak tartom, hogy az emberekkel, a szülőkkel, a várossal beláttassuk azt, hogy a jövőnk, ha jövőben gondolkodunk, akkor nincs más útunk. Tehát amit Szent István királyunk megalapozott, hogy keresztény Magyarországot hozott létre, és az országunkat felajánlotta a boldogságos Szűz Máriának, ez ma élő 21. században élő magyaroknak és karcagiaknak is fontos. Tehát, hogyha a jövőbe gondolkodunk, akkor nincs más utunk. És nyilván én magam is ezért fáradozom, a magam lehetőségeivel, a magam eszközével próbálom megtenni, amit lehet. Magánemberként mi jelenti önnek a kultúrát, tehát mi jelenti a kikapcsolódást? Hát ez egy nagyon összetett dolog, ami nekem a kikapcsolódást jelenti. Minden, nagyon szeretek színházba járni. A szolnoki Szigligeti Színháznak rendszeres látogatója vagyok. Nagyon szeretek kikapcsolódni, és szeretem nem csak a vidámabb és könnyű darabokat, hanem azokat is, amelynek ténylegesen igazán mondani valója van. Nagyon szeretem a zenehallgatást, akkor, amikor hosszú útra megyek, az imádságon túl a Bartók Rádiót nagyon szeretem hallgatni. De minden olyan dolog, ami a hétköznapokból kiemel és egy kicsit másra irányítja a figyelmet, az számomra mind fontos.
elhangzott itt az ünnepség alatt a templom története és a plébánia története is, de mi az a legfontosabb dátum, amit kiemelne? Akkor, amikor idejöttem is, így a karcagi katolikusoknak a történetét elkezdtem nézegetni, akkor ez olyan érdekes szám volt, az 1769-1771, hogy na, ugyan itt leszek-e még akkor, amikor majd a 250 év ide esik. Nyilván a járvány az több mindent átírt, vagy egy kicsit megakadályozott abban, hogy esetleg előrébb tegyük ezt az ünnepet. De én azt gondolom, hogy fontos tudatosítani az itt élőkben is, tehát az itteni katolikusokban is, hogy igen, 250 év eltelt. Ennek minden öröme, nehézsége is. Ahogyan végignézem az egyházközségünknek a történetét, azért voltak olyan jeles emberek, akik ugye a város történetében is jelen vannak. Nem csak az Illés Antalra gondolok, aki itt az első plébános volt, és így az úttörőként így lerakta az alapokat, de Kis Antal is egy katolikus ember volt, aki a 19. században a városnak a pénztárosa volt, aki a földjét a városra hagyta, de ugyanígy büszkék vagyunk a szegedi születésű Kása Józsefre, aki nem csak a városházát építette, hanem ennek a katolikus templomnak is az építőmestere volt, és így végig gondoltam, hogy 28-29 éves fiatalember volt, amikor ez a templom épült, és viszonylag fiatalon nem élte meg az 50 évet, amikor meghalt, és itt volt a Zsigrai János plébános, aki velük együtt építették ezt a templomat. És ugye a Kása Józsefnek a története azért olyan szép és kerek a nagy lelkűsége miatt, hogy ugye neki nem volt gyermeke, és hogy a vagyonát a városra, az egyházközségre hagyta, és 1908-ban, ha jól tudom, amikor épült a mostani gimnázium, abba is jelentős összeget adott. Szóval azt gondolom, vagy a város első katolikus polgármestere is, hát lehetne tovább menni, itt az Oroszpál is, aki itt áll a szobra a templomkertbe. Tehát, hogy nyilván még itt jó lenne kutatni, és jobban utána nézni, hogy még kik vannak, akikre kell gondolnunk, és nem szabad őket elfelejtenünk. És hát azért az ön itt léte alatt is történtek dolgok a katolikus egyházon belül, hiszen elindult a Györfi István katolikus általános iskola, a Szent Pál Marista általános iskola, ezek is az ön nevéhez is köthető eredmények. Igen, tehát hogy igyekszünk tenni a dolgunkat, ahol lehet. Tehát én ezekben lehetőségeket látok, miközben, ahogyan az előbbiekben is említettem, úgy gondolom, hogy országot építünk. Ez lehet, hogy ilyen nagyon nagy szónak tűnik, de nyilván a magunk területén, hiszen ezekben a gyerekekben, akik most itt az iskola rendszerünkben jelen vannak, a jövő nemzedékét látjuk, hogy eltelik 15-20 év, és nagyon értékes emberek lesznek, akik majd alakítják a városunkat, alakítják az országunkat. És az, hogy mit plántálunk beléjük, hogy milyen érzületűek lesznek, hogy mi az, ami számukra fontos lesz. Azt gondolom, az nagyon sokat tehetünk azért. Tehát nem mindegy, hogy milyen oktatásban részesülnek a gyermekek. Tehát ahogyan mi emlékszünk a gyerekkorunkra is, jó, nem biztos, hogy most büszkeséggel tölt el, hogy nem tudom, mozgalmi dalokat, ahogyan énekeltük, de ezt tanultuk, és ezek ott vannak bennünk. Nem tudjuk kitörölni az emlékeinkből. Én hiszem azt, hogy azt, amit szép lassan elpalántálunk ezekbe a gyermekeknek, a lelkében, a szellemében már ott lesz is. Majd amikor az ő gyermekeik, unokáik remélhetőleg ugyanígy ebbe az iskolába fognak járni, akkor már kicsit másabb lesz a helyzet. Valakivel beszélgettünk, hogy mikorra várható, hogy mondjuk az államosítás előtti vallásosság visszatér. Valaki azt mondta, hogy a kommunizmus elmúlta után körülbelül 70 év. Tehát ez mondjuk kicsit elgondolkodtató, hogy igen, tehát ami az embernek a szellemében, lelkében, végben megy, azt olyan egyszerűen kitörölni
nem lehet. Tehát mire őt igazán megváltozik, igazán keresztény emberek lesznek, az hosszú idő. Nyilván reménnyel és bizakodással nézünk a jövőbe, és hát ilyen értelemben rendkívül fontos az oktatás, tehát egészen az óvodától. Hát ugye itt azért a református gimnáziumban is ugyanúgy folytatódik tovább a keresztény szellemiségnek a kiteljesítése. A karcagi születésű Fabrici Kovács Mihályról, aki 1779-ben a Császtoni ütközetben vesztette életét, most jelent meg dr. Pintér Zoltán Árpád könyve. Karcagi bemutatón a Zrínyi kiadó vezetője, dr. Isaszegi János nyugállományú tábornok szerint ez a nap ünnep a városnak, a szerzőnek, azoknak, akik egy nagyszerű mű létrehozását kezdeményezték. De ünnep a kiadónak is, hiszen egy kivételes katonai pálya rajzolódik ki az olvasó előtt a kötetben. Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium államtitkára, miniszterhelyettes szerint nagy megtiszteltetés a tárca számára is, ha igazi hősökről jelenthetnek meg könyvet. Ugye legutóbb pont egy Kovács Mihály emlékünnepségen találkoztunk, és akkor fogalmazódott meg az az igény Fazekas Sándor miniszter úrtól, hogy a város jeleséről készüljön egy összefoglaló mű, mert jó néhány évtized telt el azóta, amióta róla megjelent egy monográfia. És ennek a városnak van egy nagyszerű történelemtanára, ezt pedig az unokaöcsémtől tudom, akit ő tanított, és így összeértek a vonalak. Sok-sok kutatómunka, sok-sok írás, megszületett a kézirat, és eljöttek hozzánk a Zrínyi kiadóhoz, és mi minden ilyen művet nagy szeretettel támogatunk, és adunk is ki. És ma ennek a könyvkiadásnak, ennek a gyönyörű könyvnek, a Pintér Zoltán tanár úr által írt könyvnek, és Fazekas Sándor által mentorált könyvnek a bemutatójára fog sor kerülni. Ezt különösen azért tartom nagyon fontosnak, mert a világ nem teljesen ilyen, mint önöknél itt Karcagon. Karcagon büszkék az emberek a hagyományaikra, ma épp nagykunkapitány választás is lesz itt a könyvbemutatóval, majdnem, hogy egy időben a birkafőző fesztivál, ugye most már ez több mint két évtizede jelképe Karcagnak, hogy a birka pörköltről, ugye ami hungarikumok közé vétetett föl, ne is beszéljek, szóval itt ápolják a hagyományt, őrzik, tisztelik, fölnéznek a hősökre, az ősökre. Ugyanazt pedig ebben a világban nem mindenütt tapasztaljuk. Hát a legutóbbi hír, hogy Robert Lee tábornoknak a szobrát tüntették el, és helyette most egy ilyen valami el szeretnének ott ásni, ilyen új jelképekkel, egy Pfizer vakcinával, egy öklétrázó feketebőrű nővel, meg a Black Lives Matter-nek a szimbólumával szeretnének létrehozni egy új teret. Teljesen elképesztő, ami a világban zajlik, és én ezért vagyok büszke, hogy ilyen helyekre eljöhetek, mert Magyarországon én gyakorlatilag bármerre járom a vidéket, mindenütt hasonlót tapasztalok, mint itt Karcagon. Gratulálok a karcagiaknak. Dr. Fazekas Sándor szerint is fontos, hogy a leghíresebb karcagi huszáról ilyen szép könyv jelenhet meg. Bár a karcagiak jól ismerik Fabrici Kovács Mihály nevét, de még számukra is tartalmaz új érdekességet a könyv. Így még gazdagabb mostantól ez a tudásanyag, amire támaszkodhatunk. Jelentette ki a politikus. Külön büszkeség az, hogy dr. Pintér Zoltán tanár úr, a Kovács Mihály Baráti Társaság Egyesület elnöke írta ezt a könyvet. Köszönet a szakmai lektornak, a tudományos lektornak, a kiadónak, mindenkinek, aki közreműködött ebben, hiszen egy olyan értékes életút tárul elénk a könyvnek köszönhetően, amely azt hiszem, hogy a 1700-as években egészen egyedülálló erről a vidékről, Európának a legkülönbözőbb tájain keresztül egészen Amerikáig vezet. Kovács Mihályról a karcagiak sokat tudnak, sokat tudunk, és sokszor találkoztunk is életútjának különböző állomásaival. Én nagyon örülök annak, hogy ebben a tényleg gyönyörű kötetben, két nyelven, alapos kutatómunkával újabb és újabb részleteket sikerült föltárni, újabb adatok kerültek elő, családokat, leszármazottakat is sikerült találni, és így még gazdagabb lesz az a tudásanyag, amire támaszkodhatunk.
Büszkék vagyunk Kovács Mihályra, aki ennek a vidéknek a szülötte, kálvinista, kisnemesi paraszt családból származó ember, aki helytállt a legkülönbözőbb csatatereken, és hát a szabadság, ami a kun léleknek, a kun élet felfogásnak is elengedhetetlen része, a szabadság mellett kötelezte el magát, és már sikeres pályát követően választotta azt, hogy az amerikaiakért, az amerikai szabadságért küzd. A kötet történelmi szakmai lektora dr. Barta Róbert arról szólt, hogy Kovács Mihály 55 évéből 39 évet huszárként szolgált, és a ranglétra alsó fokáról küzdötte fel magát az ezredesi szintre. Hát ez egy nagyon alapos munka. A történészek, amikor egy történeti művet megnéznek, akkor két dologgal kezdik, mennyi és milyen minőségű alápjegyzet, itt majdnem 300 van, és milyenek a hivatkozások. Itt nem csak magyar hivatkozásról van szó, hanem német és angol nyelvű hivatkozásokról is van szó, ráadásul nagyon komoly levéltári munka, tehát ilyen szempontból a legszigorúbb szakmai kritériumoknak is megfelel a kötet. Nagyon jó a szerkezeti felépítés. Ugye van egy keretet adó előszó, utána bemutatja a 18. századot, bemutatja egyébként a huszár fegyvernemet, a huszárságot, bemutatja Magyarország helyzetét a birodalomba, és akkor úgy közelít Fabrici Kovács Mihály életére. Minden apró részletet megpróbált a szerző feltárni. Azt hiszem, hogy olyan sok munka már nem maradt Kovács Mihály életével kapcsolatban. Elképzelhető, hogy néhány francia vagy amerikai levéltárban még valami akad. Ez nyilván a fiatalabb generáció vagy a szerző további munkáját jelenti, de én azt hiszem, hogy 98%-ban ez a téma a szerzőnek köszönhetően feldolgozott. Dr. Pintér Zoltán Árpád elmondta, hogy Kovács Mihálynak a fő célja mindig a feladat és a parancs teljesítése volt, amely számára egyúttal a mindennapok természetességét jelentette. Fő célja mindig a parancs, a feladat teljesítése volt, és lett légyen ez a császári huszárezredekben, vagy azt követően a francia bercsényi ezredben, a redemcionális Jászkun huszárregimentben, vagy egy közel 10 éves hosszú szolgálat alatt második nagyfrigyes porosz hadseregében, esetleg a lengyel függetlenségi mozgalomban, a Bári Konfederációban, vagy élete alkonyán a születő Egyesült Államokban George Washington főparancsnok katonájaként, számára ez a mindennapok természetességéhez kötődött. Felhívjuk nézőink figyelmét, hogy az idei kötelező veszettség elleni eboltás Karcagon az alábbiak szerint kerül lebonyolításra. Tájékoztatás az eboltás időpontjairól. Szeptember 15. szerda, 16-tól 18 óráig Kórház utca 16, 10-től 11.30-ig régi állatvásártér, majd 3 órától 16.30-ig szintén régi állatvásártér. 2-től 5 óráig Karcag Dózsa György út 72/A, majd 10-től 11 óráig Karcag Tilalmason, 16-án csütörtökön, 14-től 16 óráig Karcag Széchenyi Sugár út 38, 10-től 12 óráig Karcag Sport utca, majd 16-tól 18 óráig szintén itt a Karcagon a Sport utca 19 szám alatt. 9 órától 11 óráig Kiskulcsos pavilon sor. Szeptember 17 péntek. 14-től 18 óráig Karcag Tőkés utca 20. 14-től 17 óráig Karcag Ady Endre utca 2. Szeptember 18 szombat. 10-től 12 óráig Zöldfa utca 25, majd pedig 3 órától este 6 óráig Zöldfa utca 25. Pótoltásra is van lehetőség, folyamatosan az állatorvosokkal egyeztetve. Minden 3 hónaposnál idősebb ebet tulajdonosa köteles az eboltásra elővezetni. Oltásban kizárólag egyedi megjelöléssel ellátott eb részesülhet. Hamis ebeket szájkosárral köteles ellátni. Az eboltási könyvet a tulajdonosok hozzák magukkal. Az eboltásnak díja van, amely a megyei állatorvosi kamara állásfoglalása alapján került meghatározásra. 4500 forint per eb, ami a helyszínen fizetendő. Csip beültetése 3500 forint per eb. Féregtelenítési díj 100 forint per 10 kg-os élősúlyként. Eboltási könyv díja új 300 forint per darab. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat. Viszontlátásra!